Nyírt Pazony felé már új úton hagyhatják Nyíregyházát az autósok. A teljes 10 km-es útszakaszból 4,5 km-t újítottak fel a 4-es főút és a 403-as főút csomópontja között. A megyeszékhelyre bevezető egyik legforgalmasabb útszakasz 231 millió forintból újult meg. Bár nem új útépítésről van szó, de egy olyan útszakasz felújításáról, ami a város életében kiemelt fontosságú. Az egyik legforgalmasabb útszakasz ez a bekötőút, itt a 4-es, és azért is, mert ugye rengetegen járnak a térségből, az agglomerációból Nyíregyházára dolgozni, tanulni, akár busszal, akár személygépkocsival. Nyár van, ez a turisztikai főszezon, ami még inkább növeli a forgalmat. A beruházás egy nagyobb, az egész megye úthálózatát érintő fejlesztés része, melynek során összesen 163 kilométernyi fő- és mellékút újul meg. Összességében 12,5 milliárd forint értékű felújított útszakaszok kerülnek majd átadásra év végéig, ami azt jelenti, hogy most már 49 helyett 53 helyen sikerül a felújításokat biztosítani, és ezeken a helyszíneken mindenki sokkal komfortosabb körülmények között tud majd közlekedni. A megye úthálózatának fejlesztése kiemelt feladat a megyei önkormányzat számára. A térség számos jó állapotú gyorsforgalmi úttal rendelkezik, viszont az alacsonyabb rendű vagy a településeket összekötő utak terén jelentős elmaradás mutatkozik. Ebben jelentős előrelépés az a 100 milliárdos útfejlesztési program, amit még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium indított el, most pedig a Innovációs Minisztérium folytat más néven, mármint a minisztérium más néven, de azok a fejlesztések itt is, amik akár top forrásból vagy más forrásokból valósítanak meg a közút munkatársai, ezek remélhetőleg néhány éven belül, gondolok egyébként a Modern Falu programban tervezett új fejlesztésekre is, jelentős előrelépést hoznak a belső összekötetések révén. Sesták Oszkár hozzátette, a megye úthálózatának a fejlesztése egyúttal a gazdaságot is támogatja, valamint a turizmust is segíti.